Szlovákiával folytatjuk. Odor Lajost kinevezte az államfő a szakértői kormány élére. Kolek Zsolt politikai elemző, a Ma Hét.sk online vezető szerkesztője csatlakozik hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Először alakul szakértői kabinet Szlovákiában, és először fordul elő az, hogy magyar származású miniszterelnök irányítja a kormánynak a munkáját. A magyar médiában hangsúlyos szerepet kapott ez a magyar szál. Mekkora szerepe van ebben a történetben a nemzetiségnek, és teszem is hozzá gyorsan a kérdéshez, hogy Csáky Pál, szlovákiai magyar politikus azt nyilatkozta, hogy Odor Lajos politikailag soha nem a felvidéki magyar politikához állt közel, idézem, lényegében az elnök asszony bizalmi embereként lett miniszterelnök, fel sem merült, hogy mint magyar fogja vezetni a kormányt, eddig az idézett Csáky Páltól. Feltűnő, hogy a szlovák nyelvű médiában gyakorlatilag elhallgatták azt, hogy Odor Lajos magyar nemzetiségű. Ez is jelzi azt, hogy ez a körülmény valóban nem a legfontosabb szempont volt, amikor Zuzana Csaputova elnökasszony kiválasztotta őt a hivatalnok kormány élére. Valóban azt is látjuk, hogy az elnökasszony bizalmasai kerültek ebbe a kabinetbe. Ez együtt is jár azzal, hogy tulajdonképpen a politikai felelősség is majd a hivatalnok kormány jövőjével kapcsolatosan Zuzana Csaputová elnököt terheli majd a jövőben. Azonban azt is hozzátenném, hogy mégiscsak egy tabu dölt le Szlovákiában, hiszen korábban fel sem merült az, hogy valaha magyar nemzetiségű miniszterelnöke lehet az országnak, és tegyük azt is hozzá, hogy Odor Lajos a komáromi magyar gimnáziumban érettségizett, tehát egyfajta üzenet azok számára, az ő miniszterelnökké jelölése, akik esetleg a jövőjüket szülőként abban látják, hogy már mint a gyermekeik jövőjét, hogyha szlovák nyelvű iskolába iratják, lám-lám, magyar iskolával, magyar iskolai végzettséggel is lehet valaki vezető kormánytisztviselő Szlovákiában. A politikai értékeléssel azonban teljességgel egyetértek, valóban nem ezek a szempontok uralták Odor Lajos kiválasztását, tehát valójában nem a magyar nemzetisége most a perdöntő szempont. Ő egy olyan megbízható, jó közgazdász, aki tulajdonképpen a szakértelmének köszönhette azt, hogy az ország élére került, és valóban az elnök bizalmi emberének számít. Beszéljünk egy picit arról a politikai felelősségről, amit ön említett itt, és az a politikai felelősség, ami az államelnök asszonyt terheli, mert Odor Lajos... Az a környezet, amivel megkezdte a munkáját, az hozzátartozik, az, vagy azt el kell mondani a hazai nézőknek, hogy elődje, vagy elődjének Eduard Hegernek a politikai támogatottsága az már decemberben megingott, és lehet, hogy enyhén fogalmazok, és egy bizalmi szavazáson megbukott a kormány, mégis az államfő az úgy döntött, hogy ügyvezető kormányként folytathatja a munkát, és hát kiderült, hogy ügyvezető kormányként sem jó, ugye azért mondott le, mert két minisztere is benyújtotta a lemondását. Valóban december 15-én bizalmi szavazást tartottak a szlovák parlamentben, és Eduard Heger kormányait elveszítette a törvényhozás bizalmát. Ezt követően tulajdonképpen az államfőnek lehetősége lett volna rögtön egy hivatalnok kormányt kijelölni. Valójában azonban egy olyan alkú köttetett, hogy előrehozott választásokat tartanak az országban, a ciklus csak 2024 tavaszán járt volna le. Valójában az elnök azzal számolt, hogy már az év első felében, tehát 2023 első felében sor kerülhet az előrehozott választásokra. Azonban a parlamenti pártok, az ottani korábbi koalíció, a felbomlott koalíció képviselői szerették volna kitolni a ciklust, és végül is egy szeptember 30-i időpontot fogadtak el, ekkor lesz majd az előrehozott választás Szlovákiában. És valóban Eduard Heger kormánya ügyvő kabinetként sem biztosította a stabilitást, éppen két minisztere vált ki, ahogy említette, és az ügyvivő kabinetben már nem lehet a szlovák alkotmánynak megfelelően új minisztereket kinevezni. A korábbi tárcavezetőket kell megbízni ezzel a területtel, és hova tovább tarthatatlanná vált Eduard Heger helyzete, és valójában most május elején jött el az idő arra, hogy a köztársasági elnökasszonynak lépnie kellett.
Valóban politikai kockázatot vállal, hiszen egy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben, egy kaotikus kormányzást követően kerül hatalomba Ódor Lajos kormánya, és voltak éppen a választásokig hátralévő szűk időben, már a parlament is csupán egyetlen ülésszakot tart, valójában törvényeket már nem is tud elfogadtatni, legfeljebb gyorsított eljárásban, és azt is hozzá kell tenni, hogy a parlament jó eséllyel nem szavaz bizalmat a hivatalnok kormánynak, ezért aztán várhatóan az az elvárás, hogy végre stabilitást teremtsen az új kormány, ez igazából egy illúziónak bizonyul majd. Valójában minden, gyakorlatilag minden politikai párt Szlovákiában ellenzéki pozícióban helyezi magát, egyedül a kormányból kilépő, korábbi kormányból kilépő Szabadság és Szolidaritás párt jelezte, hogy támogatja majd a hivatalnok kormányt. Minden más, tulajdonképpen a felmérésben vezető Smer SZD párt, a korábbi kormányfő Ficó pártja, Igor Matovics miniszterelnök, korábbi miniszterelnök pártja az Olano, és azt jelezte, hogy ellenzi a hivatalnok kormányt, és ezért vélhetően cseberből vederbe jut majd Szlovákia, hiszen ha a parlament 30 napon belül nem szavaz bizalmat a kabinetnek, akkor az államfő megbízottként tudja majd újra kinevezni, vagy hát megbízza a kormányzással, hogy az Eduard Hegerrel is tette, Ódor Lajost, és hát a teljes hatáskörrel ez a kormány nem működhet a választásokig. Tehát igazából egy igencsak képlékeny helyzetben van most Szlovákia. Alig 2 percünk maradt még a beszélgetésből. Az a kérdés, hogy Szlovákia egyáltalán nincs abban a helyzetben, amit irigyelni kellene. Gondolok itt a nemzetközi helyzetből fakadó biztonságpolitikai egyensúly felbomlására, a szlovák pártok közötti belpolitikai konfliktusokra, és az a kérdés, hogy Ódor Lajos politikai tapasztalat nélkül túl tudja élni szakértőként, vagy fel fog tudni mutatni szakértőként bármit is? Tudni kell, hogy Ódor Lajos a Szlovák Nemzeti Bank alelnökeként kapta ezt a megbízatást, és valóban jó referenciái vannak, mint közgazdász. Híve volt, és hozzá is járult a szlovák reformokhoz a 2000-es évek elején, amelyek akkor Szlovákiának egy felívelő gazdasági pályának ágyaztak meg. Tehát azt hiszem, a felkészültsége ilyen szempontból vitathatatlan, az viszont tény, hogy politikailag tapasztalatlan, és a háttér is, a törvényhozási háttér is olyan, amely vele szemben jó eséllyel ellenséges lesz a következő időszakban. Ám de valóban, mivel már csak egyetlen ülésszak van hátra a parlament működéséből, ezért tulajdonképpen a politikai viták talán csitulhatnak némileg, ebben bízhat az ügyvivő kormány, viszont a kampány, amely a nyári időszakban is folytatódni fog, annak ellenére is, hogy a nyár az egy atipikus helyzet a politikai kampányolásra, ez viszont azt vetíti előre, hogy a pártok meg fogják találni a módját, hogy kifogásolják, kritizálják Ódor Lajos kormányát, hiszen Zuzana Csaputová a Progresszív Szlovákia támogatásával nyerte el a köztársasági elnöki pozíciót, és valójában Ódor Lajos működése az befolyásolni fogja ennek a pártnak az esélyeit is. A Progresszív Szlovákia jelenleg parlamenten kívüli erő, de a felmérésekben a 3. helyen áll a népszerűségi listán. A legnagyobb esélye a választási győzelemre Robert Ficónak van, és Peter Pellegrini, korábbi miniszterelnök pártja, amely a Smer SZD-ből vált ki, a dobogó 2. fokánál. A jobb oldal pedig a kormányzás miatt, amit felmutatott, a kaotikus kormányzás miatt szétesett, és több pártja az 5%-os küszöb körül mozog. Ennek okán Szlovákiában egy nagyon nehezen kiszámítható helyzet alakulhat ki, egy bizonytalan helyzet alakulhat ki a választásokat követően, tehát a kormányozhatóság lesz majd a kérdés igazán október 1-én. Kollég Zsolt politikai elemző, a Ma Hét SK vezető szerkesztője. Köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Viszontlátásra, köszönöm én is a megkeresést. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.